Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatár Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Műszaki vizsga, torlódást okozhatnak a lejárt dokumentummal közlekedő autók. Toborzó emlékfutás, megemlékezés, fegyverbemutató és véradás várta az érdeklődőket. Agrárkamarai választások, Tolna megyében 12 helyszínen lehet voksolni május 20-án. Fejlesztések Tamásiban közel 800 méternyi külterületi útszakasz kapott szilárd burkolatot. Az autótulajdonosoknak június 30-áig van idejük meghosszabbítani a pandémia ideje alatt lejárt műszakit. Ennek az intézkedésnek köszönhetően azonban egyre több olyan kocsi közlekedik a forgalomban, amik ezt nem tehetnék meg. A vizsgáztatást végző helyeken június utolsó két hetében tumultusra számítanak, ezért arra kérik a tulajdonosokat, hogy nem mindenki az utolsó pillanatra hagyja a dolgot. Épp előkészítik ezt az autót a Tolnai Antal szervizben, ugyanis közeleg a műszaki vizsgára kiszabott moratórium lejárati ideje. A vizsgaállomások attól tartanak, hogy a tulajdonosok egy része olyan, már elhanyagolt állapotban lévő autókkal közlekednek, amik akár közúti balesetet is okozhatnak. Antal Zoltán szerviz tulajdonos elmondta, a műszakiztatás során a futóművön és a fékberendezéseken kívül minden egyéb jelző és biztonságtechnikai berendezést is átvizsgálnak. Hogy egy műszaki vizsga az nem csak arról szól, hogy a vizsgáló állomás jól lehúzza a gépkocsi tulajdonosokat is elkérik a nagy pénzt, hanem ugye globálisan egy teljes átvizsgálás tartozik hozzá, ami ugye a két rendszám között van, ugye a járművön, az ilyenkor természetesen minden át van vizsgálva. Ha ezek közül valami hiányos, vagy a közlekedés szempontjából nem megfelelő, akkor felhívják az ügyfél figyelmét, hogy a sikeres műszaki vizsgához meg kell javítani. Nem elfogadható állapotú gépjármű esetén a tulajdonosnak csak az átvizsgálás árát kell fizetnie, a vizsgadíjat nem. Így a komplett 16.290 forint helyett csak 8.000 forint költsége lesz. Az időpontot egyeztessék a vizsgálóállomásokon, hogy ugye ne legyen tömörülés, mert ők sem biztos, hogy nem azért akarják megcsinálni, mert nem akarjuk, hanem mert ő aznap már tegyük fel a 15-dik, a 20-dik, és ugye képtelenség fizikálisan ugye elvégezni. És ugye én úgy gondolom, hogy az elmaradt vizsgáknak a darabszáma körülbelül egy ilyen 30%, az, ami ebbe a két hónapban egy kicsit begyűrűzik. Az autótulajdonosoknak június 30-ig van lehetőségük pótolni a pandémia ideje alatt elmaradt műszakikat, ennek hiányában akár 50.000 forint bírságra is számíthatnak egy közúti ellenőrzés során. Az Európai Bizottságnak nincs olyan javaslata, amely kezelni tudna egy esetleges oroszolajembargó negatív hatásait, ezért a kormány az eredeti álláspontját fogja képviselni, miszerint ezen tilalom alól a csővezetékes szállításnak kivételt kell képeznie, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Ha ezt a javaslatot elfogadnák, akkor az Magyarországon egy körülbelül 55-60%-os üzemanyagár növekedést jelentene, 700 forintos benzin, 800 forintos gázolajára minimum, amit a szakértők kalkulálnak, és nyilvánvalóan az üzemanyagok árának drasztikus emelkedése az összes termék árának emelkedésében megjelenne. Tehát ez egy olyan gazdasági hatás lenne, amelyet Magyarország, a magyar emberek nem bírnának el. Hétről hétre egyre kevesebb ember fertőződik meg Magyarországon a koronavírussal, és a fertőzésben elhunytak száma is csökken, mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője csütörtökön. Galgóczi Ágnes közlése szerint hetente körülbelül 10-20%-kal csökken az új fertőzöttek és a halottak száma. Hozzátette, az új esetek csaknem 21%-a 65-79 éveseket érinti, ebben a korosztályban még emelkedik is a koronavírus fertőzöttek aránya. A szakértő szerint nyáron lecseng majd a járvány, de egyelőre nem lehet megmondani, hogy ősszel lesz-e hatodik hullám. Magyarországon 64-65%-os az átoltottság, de nagyon sokan vannak azok, akik nem kaptak harmadik oltást. A negyedik oltás is elérhető, de ez elsősorban az időseknek vagy a kockázati csoportba tartozóknak ajánlotta az osztályvezető. Május 12-én tartják világszerte az ápolók nemzetközi napját, annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, az ápolóképzés kiemelkedő alakja. A már életében legendává vált brit hölgy 1820-tól 1910-ig élt.
Az 1853-56-os krími háború idején a törökországi brit katonai kórházban a tisztaság és a megfelelő ellátás megszervezésével nagyságrenddel csökkentette a halálozási arányt. A katonáktól kapta a lámpás hölgy nevet, mert éjszaka is ápolta a betegeket a Laktanya folyosón berendezett kórházban. Hazatérve hősként tisztelték. Magyarországon az ápolóképzés egyik legkiemelkedőbb alakja Kossuth Zsuzsanna, akinek nevét az országban több egészségügyi intézmény is viseli. Ő volt hazánk első főápolónője, aki tevékenységét Florence Nightingale-nél előbb kezdte meg. Toborzó emlékfutás 2022 néven rendezett országjáró katonai váltófutást a Magyar Honvédség. A május 6-a és május 20-a között tartó kéthetes programsorozat összesen 219 települést érint, amelynek során bárki csatlakozhat a katonákhoz. A rendezvény soron következő állomása Szekszárdra érkezett, ahol a szervező különféle bemutatókkal, véradással, megemlékezésekkel és kulturális programokkal várták az érdeklődőket. Az országot átszelő, 219 települést is érintő, 1830 km hosszú váltófutással hívja fel a figyelmet a toborzás fontosságára a Magyar Honvédség. A futók a szekszárdi hivatásos, önkéntes és tartalékos katonák kíséretén kívül civil szervezetek, kadétok és általános iskolás diákok támogatásával teljesítették a megyeszékhelyen kijelölt 900 méteres távot. Nekem nagyon tetszett a futás, szerintem fontos, hogy emlékezzünk az őseinkre, és fontos, hogy ápoljuk az egészségünket. Az egészségmegőrző testmozgáson kívül a rendezvényre látogatók a Honvédség fegyverkiállítását is megtekinthették. Futottunk 900 métert innen a Babis Színház központtól a buszpálya udvarig. A futás nagyon élvezetes és nagyon fárasztó volt. Én nagyon élveztem személy szerint. Itt találkozunk sokféle fegyver bemutatóval. Horváth Kálmán kormány megbízott úgy fogalmazott. A rendezvénnyel több fontos dologra is fel lehet hívni az emberek figyelmét. A katonai toborzáson és az egészségmegőrzésen kívül a történelmi hagyományokra való emlékezés is fontos szerepe a programnak. Nagyon fontos dolog, hogy fölhívjuk a honvédség, a katonasság szerepére az állampolgárok figyelmét, és nagyon fontos az, hogy aki az életét a hazáért áldozná, ha olyan szituáció lenne, az ő társadalmi presztízsét, társadalmi megbecsülését mindenképpen szolgálják ezek a rendezvények. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármester elmondta. Pontos, hogy a honvédség területén mindig legyen kellő utánpótlás, hiszen ők felelnek az ország védelméért. Aminek nagyon örülünk, hogy nagyon sok gyerek vesz részt a rendezvényen, és a másik része, amit itt a bevezetőbe és a műsor során hallottunk, hogy nagyon sok önkéntes is van Tolna megyéből, szóval országos szinten is számottevő. Az országjáró katonai váltófutás szakasza tovább folytatódik a Szekszárd, Baja, Tataháza, Domaszék, Szegedtávval. Májustól a nyár végéig lehet számítani a termetes törösdarazsak feltűnésére, amint a kertek parkok gyepén egy korhadó fa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. A látvány ellenére nem kell félni tőlük, mert az embere ártalmatlanok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerdai közleményében felhívja a figyelmet, hogy a törösdarazsak az emberekre, a háziállatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogarakat is. Mivel ártalmatlanok, írtásuk felesleges. Az óriási törösdarázs Magyarországon védett rovar, eszmény értéke 50 ezer forint. 12 helyszínen lehet voksolni a május 20-ai agrárkamarai választáson Tolna megyében. Az agrár- és élelmiszeripari ágazat szereplői ezen a napon választják meg a kamarai küldötteket. Vendéged itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke szerint minél többen támogatják a szervezetet, annál sikeresebben tudják az elkövetkezendő 5 évben képviselni a magyar gazdák érdekeit. 5 évente tartanak választásokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara életében. Ez az idei évben május 20-án lesz aktuális. Szavazni reggel 6 órától este 7 óráig lehet. Továbbá annak érdekében, hogy a tagok minél könnyebben élhessenek a szavazati jogukkal, országszerte több mint 360 helyszínen lesz lehetőségük voksolni. Ebből Tolna megyében 12 központot alakítottak ki. A választási jogosultságukról, a szavazás helyéről a tagok a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a honlapján értesülhetnek, illetve postai úton is kaptak már választási értesítőt.
Az elnök elmondása szerint az Agrárkamara érdekképviseleti munkájára talán még soha nem volt ilyen nagy szükség, ezért lenne fontos, hogy minél többen elmenjenek szavazni. Elég nagy kihívás elé állította a gazdálkodókat a koronavírus járvány, a szomszédban zajló háború, az input anyagoknak az áremelkedése és az élelmiszer árrobbanás, tehát ilyen körülmények között is talpon kell maradni, és minél nagyobb társadalmi bázis áll a kamara mögött, minél nagyobb felhatalmazást kapunk a választások alkalmával, annál inkább és annál erőteljesebben fogjuk tudni képviselni a magyar gazdáknak az érdekeit az elkövetkezendő 5 évben. Hozzátette, a szervezet előtt sok feladat áll az elkövetkezendő időszakban. Többek között meg kell védenie a magyar gazdák érdekeit Brüsszelben is, a túlzó környezetvédelmi előírásokkal szemben. Az idén több mint 1500 km hosszú útszakaszon zajlik majd felújítás, mintegy 300 milliárd forintnyi értékben, túlnyomó részben magyar állami forrásból, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Mosóczi László felidézte, hogy 2010 óta már több mint 6500 km-nyi útszakaszon, főként mellékutakon történt korszerűsítés. Tavaly a tervezett 1000 km-t csaknem negyedével meghaladta a rendbetett utak hossza. Hozzátette, hogy a 480 útszakaszt érintő tavalyi felújítások költsége mintegy 220 milliárd forint volt, jelentős részben a Magyar Falu program keretéből. Újabb külterületi útszakasz újult meg Tamásiban. Az úgynevezett zártkerti revitalizációs program pályázatának köszönhetően a Szülőkhegyen mintegy 800 méternyi szakasz sikerült így leaszfaltozni, valamint a vízelvezetéshez nélkülözhetetlen árokrendszer karbantartását elvégezni. Ennek eredményeként a lakóingatlanok zöme ezután esős időben is könnyen megközelíthető lesz. Szurokhegy Tamási központjától mintegy 3 kilométerre található, többen is élnek ezen a külterületi település részen, de számos zártkerti ingatlan is itt helyezkedik el. Ezért volt módja az önkormányzatnak élni a zártkerti revitalizációs program pályázati forrásával, tudtuk meg a település polgármesterétől. 18 millió forint visszanemtérítendő támogatási összeg állt rendelkezésünkre, teljes 100%-os intenzitással, és ez a az is fontos, hogy nem csak a itt élők tudják innentől kezdve jobban megközelíteni saját ingatlanukat, hanem rengeteg mezőgazdasági terület is van a környékén. Az eddig murvás útszakaszt ellátták aszfalt réteggel, emellett a vízelvezető rendszer karbantartása is megtörtént. A település polgármestere hangsúlyozta, fontosnak tartja azon források felkutatását és kihasználását, amelyek lehetőséget biztosítanak az utak minőségének javítására. A Kishenyét Szurokhegyjel összekötő útszakaszra is pályáztak, így még idén ez is megújulhat. Igyekszünk folyamatosan nem csak karbantartani, hanem ahol lehet ott jelentős beruházást végezve a minőségén jelentős mértékben javítani. Például itt az alattunk lévő idebekötő útra is van egy nyertes VP-s pályázatunk, ennek a kivitelezése is megkezdődik még ebben az évben. A belterületi utak tekintetében a Gárdonyi utca egy részének felújítására nyújtott be pályázatot Tamási város önkormányzata. Egyszerűen besétált a bankba és saját magától hamisított papírokkal akart kölcsönt felvenni egy férfi. Azonnal lebukotta, az ügy miatt most ítélték el. Évek óta nem volt munkahelye, mégis kölcsönt akart felvenni a várongi férfi. Ehhez viszont munkáltató igazolásra és az adóhatóság által kiállított dokumentumra lett volna szüksége. Számítógépen hamisított ilyeneket, majd egyszerűen besétált az egyik bankfiókba. 5 millió forintot próbált kölcsön kérni, az ügyintézőnek viszont gyanúsak lettek a papírjai. Ő értesítette a rendőrséget. A trükközés miatt bírósági ügy indult, amiben most született ítélet. A Paksi járás bíróság ítélte el a vádlottat több bűncselekményben is, közokirathamisítás büntetében, magjánokirathamisítás vétségében, illetve csalás büntetének kísérletében mondta ki vádlottat bűnösnek. Ezért a bíróság 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélte, azonban ennek végrehajtása 3 évi próbaidőre felfüggesztette. A bíró enyhítő körülményként értékelte, hogy a csaló saját bevallása szerint azért követte el a bűncselekményt, mert nagyon nehéz anyagi körülmények között élt. Azonban a büntetés súlyosságát az jelenti, hogy ezen bűncselekmények súlyos büntetéssel fenyegetettek, így a bíróság szabadságvesztést szabott ki, de annak felfüggesztésére azért lehetőséget látott. A bíró ítélete azóta már jogerőre emelkedett. Regionális híreink következnek. Bevételek, kiadások, kifizetések.
maradvány és adóbevételi csúcs Pécsen. Folyamatos a gyors tesztek utánpótlása, polgárőrök szállítják az eszközöket. A háború menekültjei segít az UNICEF, jótékonysági programokkal támogatják a szervezetet Pécsen. Rekord összegű iparűzési adó, illetve maradvány összegek a 2021-es évről. Ezeket tartalmazza a Pécsi Városházán készülő zárszámadás. Ebben a 2021-es pénzügyi évet zárják le tételesen. A dokumentum a napokban került a pénzügyi bizottság elé, ahol kiderült 10,5 milliárd forint folyt be az iparűzési adóból, ami rekordnak számít. Mint ismert, a baloldalon folyamatosan a város csődjéről beszélnek. A bizottság elnök szerint kettős beszédet folytat a jelenlegi városvezetés. A szolgáltatásokon spórolna a pénzhiányra hivatkozva, miközben a politikai állásokba tett embereknek 100 milliókat fizetnek ki. Rekordbevétele van iparűzési adóból Pécsnek a 2021-es pénzügyi évben. Ez a szám túlszárnyalja a 2019-es csúcsot, amikor 9,5 milliárd jött be ebből az adófajtából, mondja az Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának elnöke. 10,5 milliárd forintnyi iparűzési adó az, amely megérkezett a pécsi önkormányzathoz. Ugye ez két részből áll. Van egy 8,5 milliárdos rész, ugye mivel 2 milliárd forintnyi összeget, azt ugye a kisvállalkozókat segítve a kormány úgy döntött, hogy azt az önkormányzat nem szedheti be, hanem azt a kisvállalkozók megtarthatják, ezzel is megőrizve a munkahelyeket, illetőleg a stabilitásukat. De egyébként ezt egy másik lábon, egy másik zsebből az állam teljes egészében ezt a 2 milliárdot odaadta az önkormányzatnak. Ez a szám azt mutatja, hogy jó volt a kormányzat válságkezelése, amely sok 100 milliárddal segítette a hazai cégek fejlesztéseit a Covid ideje alatt is, így a termelésük növekedését is. Ennek köszönhető, hogy Pécsen ekkora bevételt könyvelhet el az önkormányzat az iparűzési adóból, mondja a politikus. Azonban aggasztó, hogy 2019 után bekerültek az önkormányzati intézményrendszerbe, cégekhez, a baloldalhoz köthető politikai állásba emberek, mondja a politikus. Semmilyen érdemi munkát nem végeznek, teljesen haszontalanok a város szempontjából, de mégis most ugye beépülnek a költségvetésbe ezek a tételek, és ezekkel mind gyakorlatilag rontják a városnak a működési egyenlegét, tehát végső soron a jelenlegi városvezetés az ennyivel, ezekkel a 100 milliós tételekkel többe kerülnek a pécsi adófizetőknek, a pécsi polgároknak. Kettős beszédet folytat a baloldal, folyamatosan csődről beszélnek, miközben a számokban is látszik, hogy van pénz a városi kasszában. Ebből fizetik a saját embereiket, miközben a szolgáltatásokon spórolnának, a bizottsági elnök szerint. Pécs 2021-es zárszámadása készül jelenleg, ezt a pénzügyi év zárásaként kell elkészíteni júniusig. Országszerte segítenek a vakcinák és gyors tesztek szállításában a polgárőrök. Baranyában sincs ez másként, heti rendszerességgel úgy szervezik az önkéntesek szolgálatukat, hogy a házi orvosok által rendelt eszközöket kiszállíthassák. Nyílik a kormányhivatal agrárügyi főosztályának kapuja. Ezen a helyszínen történik a házi orvosok által rendelt gyors tesztek elosztása Pécsett. A kiszállítást polgárőrök végzik. A Baranya megyei polgárőrök a pandémia kezdete óta a védekezésbe aktívan kivették a részüket. A rendőrségek közösen házi karantén ellenőrzést végeztek, majd a kormányhivatal felkérésére az oltás kezdetétől folyamatosan vakcinaszállításba vettek részt hetente több alkalommal, most pedig a mai napon az antigén gyors teszt kiszállításba segítkeznek a kormányhivatalnak. Az antigén tesztek alkalmasak az akut fertőzés kimutatására. Dr. Ezer Kinga háziorvos elmondta, hogy 2-3 havonta rendelnek ilyen csomagokat. Ha valaki felső légúti tünetekkel jelentkezik, ugye aki koronavírus fertőzésre gyanús, annál elvégezzük a gyors tesztet, és akkor így azonnali diagnózisra juthatunk. A polgárőrség részéről sok szervezést és komoly logisztikát igényel a szolgálatok szervezése, mint ahogy az országban mindenhol, ebben a megyében is a településeken működő, gépjárművel rendelkező egyesületeket értesítik a feladatokról, melyre rendszerint gyorsan beérkeznek a válaszok. Két műszakban egyszer 9-től 13-ig, és utána 13-tól 16 óráig. Hetente 2-3 alkalommal
három-három gépkocsival, ellenszolgáltatás, díjazás nélkül szabadidejű terhére végzik. A szakemberek továbbra is kérik a lakosságot, hogy akinek felső légúti tünetei vannak, keresse fel házi orvosát. Így a szükséges vizsgálatokat időben elvégezhetik, és megfelelő kezeléssel a páciens mihamarabb meggyógyulhat. Három jótékonysági programot is szervez a Zsolnai Örökségkezelő NKFT. A Zsolnai Piknik keretein belül az ukrajnai menekülteknek segítenek. A bevételt, illetve az aukción összegyűlt pénzt az UNICEF-nek ajánlották fel. A szervezet munkatársai a háború miatt veszélybe levő családoknak, gyerekeknek segítenek. Pécsett az idei Zsolnai Piknik a családi programokon túl a segítségnyújtást helyezte fókuszába. Erről tájékoztatták a sajtóképviselőit a kulturális negyedben. A szervezők elmondták, hogy az UNICEF Magyarország munkáját támogatják. A szervezet jelenleg Ukrajnában segíti a háború miatt veszélyben lévő gyerekeket és családjaikat. Az örökségkezelő úgy döntött, hogy nem egy, de három jótékonysági akciót is indít, amelyeknek a bevételét az UNICEF-nek ajánlja fel, így segítve azt a munkát, amit a mi munkatársaink, önkénteseink és partnereink a háború sújtotta Ukrajnában végeznek, illetve a menekülteket befogadó országokban. A jótékonysági projektek közül kiemelkedő az az összefogás, amelynek segítségével létrejött a Művészet a romok között című kiállítás. Összesen 37 műtárgy, festmények, grafikák és más alkotások láthatók a tárlaton. A művek egy online aukció keretében kerülnek kalapács alá, a bevételt pedig az UNICEF kapja. A másik fontos eleme az akciónknak az egy live act lesz, egy összművészeti happening a Zsolnai Piknik egyik koncertjén. Deva Belao és Saja Noé 3 órás koncertje alatt a színpad két oldalán 2x2-es festmény kerül ott a helyszínen megfestésre, elkészítésre. Ezeket a képeket ugyanúgy majd aukcióra bocsátjuk. A jótékonysági projekt harmadik lába a Fogadj örökbe egy plakátot akció. Az idei Poszterfesten külön szekció tematizálta az Ukrajnában dúló háborút. A plakátfesztivált szervező Magyar Plakát Társaság a teljes anyagot felajánlotta a Zsolnai Örökségkezelőnek, hogy a plakátok eladásából befolyt összeggel hozzájárulhassanak a jótékony gyűjtéshez. A Zsolnai Piknik ideje alatt zajló programok szinte mindegyike ingyenes. További részletek a Zsök honlapján olvashatnak. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Műszaki vizsga, torlódást okozhatnak a lejárt dokumentummal közlekedő autók. Toborzó emlékfutás, megemlékezés, fegyverbemutató és véradás várta az érdeklődőket. Agrárkamarai választások, Tolna megyében 12 helyszínen lehet voksolni május 20-án. Fejlesztések Tamásiban közel 800 méternyi külterületi útszakasz kapott szilárd burkolatot. Pénteken délelőtt szakadozottan felhős napos idő lesz jellemző. Délután a napsütést időszakosan erősebb felhősödések zavarják meg, fülletté válik a levegő. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Este lehetnek szorványos esők, felhős csillagfényes idő a valószínűbb. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!